A halásztelki BSE tőröző lányai január végén már a 4. korosztályos országos bajnoki címüket szerezték csapatban. Legutóbb a kadétok között a Badár Szonya, Bartos Klaudia, Polonyi Petra, Tóth Léna összetételű négyes állhatott fel a dobogó legfelső fokára, míg Polonyi Petra az egyéni versenyben is aranyérmet nyert. Most szereztem meg az első egyéni aranyomat is, aminek hát iszonyatosan örültem, és még mindig nehezen fogom fel egyébként, még mindig így tudatosítanom kell magamban, de a csapatban nem volt kérdés. Tehát a csapatban mindig úgy állunk fel, hogy mi vagyunk a győztes csapat, az aranycsapat, és már az első ilyen csapatversenynél olyan jó volt ez az egész hangulat, amikor mindenki ott szurkolt nekünk, egy-egy tus után az örjöngések, az egy olyan élmény, amit nem is tudok leírni, mert annyira jó és annyira feltölt, hogy egy-egy egyéni után mindig az dob fel, hogy jó, holnap csapat van, akkor minden okés. A legutóbbi verseny szerintem nagyon simán nyertük igazából. Itt nem éreztük egyáltalán azt, hogy akadályba ütköznénk, szóval nagyon összetartó csapat vagyunk, és most könnyen ment. Most már 4-szeres országos bajnokok vagyunk csapatban, ugye, de például egyéniben is voltam már országos bajnokságon második. 5-szörös országos bajnok vagyok, 1-szeres egyéni és 4-szeres csapat. Ezek voltak eddig a legnagyobb eredményeink. 2020-ban, szeptemberében az volt az Egyesület első országos bajnoki címe egyéniben, és nagyon nagy lendületet adott ez nekem. Ez nekem a második otthonom, akármikor jöhetek ide, ha baj van, ha nincs, ide mindig jöhetek. Szerintem ettől nagyon jó tud lenni ez a csapat, meg mindig bátorítjuk egymást, hogyha valamelyikünknek éppen nem úgy jön össze, valahogy szeretnénk, vagy szeretné, és mindig örülünk egymásnak. A halásztelki szakosztályt 2015-ben alapította Gombola András, aki ma már Szilasi Bencével közösen nagyjából 150 fiatalnak tart edzéseket a Bocskai István Református Oktatási Központ mindössze 6x14 méteres helyiségében. A tervek szerint a nevelőműhely nem sokára 12 pástos terembe költözik, ami új lehetőségeket kínál a gyerekeknek, akiknek a lelkesedésére eddig sem lehetett panasz. Én hiszem azt, hogy a partnerség az, ami segít, és egy kicsit másabbá teszi a mi egyesületünket. Mi a gyerekekkel nagyon sokat játszunk. Engem nem magáznak a gyerekek. Megvan a kölcsönös tisztelet. Van egy fajta szeretet, ami érezhető ebben a csapatban. Viszont a munkában ott kegyetlenség van. Úgy képzeld el a kegyetlenséget, hogy amíg az alapot nem rögzíti, nincs meg az a bizonyos alap, hogy elindulhat versenyen, addig dolgozunk, amíg ez ki nem jön. Addig a pillanatig, amikor már bejön a személyiség, amikor már önmagát alakítja ugye a sportoló a páston, nagyon-nagyon színessé tudjuk tenni a vívóiskolákhoz, nyitjuk egy picit a gyermeknek a fantáziáját, nem 2-3 dolgot tanítunk meg, mint akár más egyesületekben, és amivel eredményesebbek lehetnénk sokkal hamarabb. Mi szeretjük azt, hogyha nagyon kreatívak, nagyon sok variációt tudnak, és ez sokkal később érik be. Hiszem, hogy ennek most ez az eredménye. Amikor elkezdenek vívni nálunk a gyerekek, első körben azt szeretnénk, hogy megszeretnék ezt a sportágat. Tehát mindenképpen úgy indulunk neki, hogy megszeretessük a vívás magát, a sport szeretetét, hogy szeressenek ide járni. Ugyanezt a családias hangulatot és légkört szeretnénk már nem csak a nagyobb korosztályban, hanem a kisebbeknél is megteremteni. Hogyha ez megvan, és úgymond idézőjelben rákattannak, hogy megszeretik a vívást, onnantól kezdve szerintem már nagyon könnyű motiválni őket. Az egyesületben az idén a világversenyekre is készülhetnek, hiszen Polonyi Petra korosztálya ranglistájának második helyezettjeként ott lehet majd a kadétok február végén, március elején esedékes újvidéki Európa, majd áprilisi dubai világbajnokságán is. Évelején egyébként nem volt ez a célom, hogy elvére VB-re kiussak, így beszéltünk róla, de úgy igazán nem beszéltünk róla.
És hát amikor így láttam, hogy ez akár meg is lehet, akkor kicsit lesokkolódtam, viszont minden nap, minden edzésen azért dolgoztam, hogy ez évvégén sikerüljen, és hát most sikerült, úgyhogy nagyon reménykedve és motiváltan vagyok most az edzéseken, és hát nagyon-nagyon várom, és igazából ez a célom az EB-n, vagy akár a VB-n, hogy felszabadultan és csak vívhassak, és élvezzem az egészet. Ugye a jelenben a ranglistán a legjobb 6-ban, a Polonyi Petra van a 2. helyen, a Badárs Szonya van az 5. helyen, tartalék 1, ha úgy veszük, és a Bartus Klaudia 6. helyen, tartalék 2. Izgalmas volt az év, tehát ilyen Petra indult 3-ról, visszaesett 8-ra, kint Franciaországban 8-ban volt az európai körverseny, az a visszajött az első helyre, utána vissza a 2. Törekvéses lány a Kollár Anna, ugye, aki ő is ilyen nagyon sikeres eredményeket jött, aztán ő akkor elhúzott. Jött a Papjázmin, ugye, aki Hódmezővásárhelyi, és egy nagyon ügyes lány amúgy. Tehát ilyen nagyon, ez a kadett verseny most egy ilyen nagyon színes ranglista lett, alakulhatott volna jobban is. A jelenben, hogyha azt nézem, hogy mennyire felkészült Petra és mennyire egészséges, hiszem, hogy egy nagyon-nagyon ügyes, meglepő eredményt fog elérni.